Szeretettel köszöntök mindenkit! A mai magyar órán a tulajdonnevek helyesírását fogjuk gyakorolni. Már nagyon sok írott nagybetűt megtanultunk, ezért most már tudunk tulajdonneveket is írni, de mik ezek a tulajdonnevek, ezt fogjuk a mai órán megnézni. Nagyon fontos tudnivaló, hogy a tulajdonnevek minden elemét nagy betűvel írjuk. Mindjárt meg is nézzük, hogy ez mit jelent. Következzen a tulajdonnevek első csoportja, a személynevek. Ugye felsoroltam néhány írónak a nevét, Petőfi Sándor, Ady Endre, József Attila. Ugye a Petőfi, a vezeték és a keresztnév is nagy betűvel írandó, szabály szerint, tehát Ady Endrénél és József Attilánál is. A következő csoport az állatnevek. Bodri, Círmos, Vuk, Morzsi. Ugye ezeknek az állatoknak a nevét is nagybetűvel írjuk, illetve csak a kezdő betűit írjuk nagybetűvel. Földrajzi nevek. Szerbia, Vajdaság, Ada, Tisza, Palicsitó, és ugye itt fontos megjegyezni a Palicsitónál, hogy kötőjellel írjuk. A következő csoport az intézmények nevei. Ugye itt is áll az a szabály, hogy a tulajdonnevek minden elemét nagybetűvel írjuk, tehát a Cseh, Károly, Általános Iskola, kezdőbetűit is mind nagybetűvel írjuk. Ha csak azt mondjuk, hogy iskola, tehát iskolába járok, ez köznévnek számít, ebben az esetben kisbetűvel írjuk az iskolát. Következő csoport az újságok, könyvek címei. Például Magyar Szó, Mézes Kalács, a Pál utcai fiúk, ugye a Magyar Szó egy újságnak a neve, szintúgy, mint a Mézes Kalács, a Pál utcai fiúk pedig egy könyv, egy regénynek a címe. Következő feladatnál egy képet látunk, és innen kellene majd leírni a tulajdonneveket. Menjünk szépen sorba, látunk itt egy harkály patikát. Ugye önmagában használjuk azt a szót, hogy harkály, azt kisbetűvel írjuk, mert köznév, de mivel egy gyógyszertárnak a neve, ezért nagybetűvel írjuk. Nézzük a következőt. Orgona cukrászda. Teszünk ide egy vesszőt. Orgona cukrászda. Ugye orgona köznév, kisbetűvel írandó, viszont, hogyha egy cukrászdának a neve, akkor természetesen nagybetűvel írjuk. Jön a hideg forrás és a sebes patak, amit ugyanúgy írjuk, mint ahogy a Palicsi tavat, tehát kötőjellel kell írnunk. Hideg forrás sebes patak. Következő tulajdonnév a főtér lesz. Főtér. És leírjuk a helyi általános iskolának a nevét is. Öreg Tölgy Erdei Iskola. Minden egyes szavának a kezdőbetűit nagybetűvel írjuk. Öreg Tölgy Erdei Iskola. Iskola. És hát itt látjuk sétálni a Brumit és Sünit, az ő nevüket is leírjuk.
Brumi. Brumi és Süni. Mi maradt még ki? Gyöngyvirág utca. Gyöngyvirág utca. Következzen az újság neve, Erdei Hírmondó. Hírmondó. És leírtuk az összes nevet, amit találtunk. Következő feladatban csoportosítani kell a neveket, azerint, hogy fiú vagy lánynév. Menjünk szépen sorba. Andor, fiúnév. Andor. András, fiúnév. Anett, lánynév. Anett, Ábel, fiúnév. Anikó, lánynév. És az Angéla is lánynév. A következő feladatban el kell olvasni a szavakat és leírni a személyneveket, tehát csak a személyneveket. Ásó, asztal, Anita lesz az első, amit leírunk. Anna, szintén személynév. Álom, nem, Ádám, személynév. Ablak, nem, Ágoston, személynév. Ágoston, lesz őt rakunk. Autó nem, András személynév. Ág nem, Ági személynév. Az Ágnesnek a becézése. Ajtó, Agár és ágy. Ezeket nem írjuk le. Köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb, vigyázzatok magatokra!